Most már valamivel jobban érzem magam, és képes vagyok a betegség ellenére is normális életet élni. Az emberek egyszerűen nem értik, amikor azt mondom, hogy egy pszoriázis elnevezésű bőrbetegségem van, hiszen nem látják a jeleket. Amikor ugyanis romlik az állapotom, igyekszem ruhával eltakarni a bőrömet. Számomra a legfontosabb dolog felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a pszoriázis nem egy fertőző betegség. 40 éve garbóba jár, és most, hogy ebbe a klubunkba belépett, elértük azt, hogy már a saját megbeszéléseinkre, vagy klubfoglalkozásunkra úgy jön, hogy rövidújú és kivágott blúzba. Hölgyről van szó természetes módon. Tehát ezeket csak úgy lehet levetkezni, hogyha példát tudunk mutatni. Azt hiszem, ennek a kiállításnak is ez a célja. Mesztelen igazság, ez annak a fotókiállításnak a címe, amelyben a pikkelysömör betegségben szenvedő emberek küzdelmes életét mutatják be fotókon keresztül. Bennünket nagyon érint az a pszichológiai nyomás, ami, vagy pszichés nyomás, ami rajtunk van, és pont ez a célunk ezzel, hogy az egyesület, amit létrehoztunk, az összefogja Magyarországon lévő klubokat, illetve még további klubokat alakítsunk, hogy a betegek érezzék azt, hogy itt nyugodtan megnyilvánulhatnak, beszélhetnek róla, könnyebben fognak közösségbe menni, könnyebben fogják a munkájukat is végezni. Magyarország lakosságának 2%-át, azaz 200 ezer embert érint a jellemzően vörös, pikkelyesen hámló foltokkal és az esetek egy részében súlyos ízületi gyulladással együtt járó pszoriázis. A pikkelysömör kezelésében és gyógyításában hatalmas előrelépés született az elmúlt 10 évben. Ma már elég jól lehet tudni, hogy a betegség miért alakul ki, milyen genetikai, milyen immunológiai történések vannak, ennek megfelelően számos új gyógyszer kerül bevezetésre. Nagyon sok beteg nem tud arról, hogy az utóbbi években akkora áttörés jött a betegség kezelése kapcsán, ami alapvetően megváltoztatja életminőségüket. Vannak olyan kezelési eljárások manapság, ami nagyon súlyos betegeknek lett kitalálva, amikor a beteg évente néhány injekciót kap bőr alá, ezt ő saját magának otthon be tudja adni, és tökéletesen tünetmentes. De nem egy fertőző betegség, és ezt kell tudni a civil társainknak, mert sokan azt hiszik, hogy ez fertőző. Ennél sokkal több olyan betegség van, ami fertőző, csak nem látjuk. Hál' Isten, ez nem az. Célra vezető lehet egy ilyen kiállítás? Igen, csak az a lényeg, hogy az volna jó, ha nagyon sokan láthatnák. Itt nem is a beteg társaink, azok tudják magukról, hogy mi van, de őnekik is jó, mert látják, hogy kimernek állni a betegeink, vagy a beteg társaink, hanem azokat a civileket érintheti meg, akik eddig ezt nem tudták, és nem tudnak róla a pszoriázisról annyit, amit itt láthatunk most. Bár gyógyítani továbbra sem lehet a pikkelysömört, egyre több olyan szert, gyógyszert találnak fel, amellyel teljesen tünetmentesíthető a beteg. Ezek az újdonságok egyre népszerűbbek, ám maga a betegségről még mindig nem tud eleget a társadalom, és valószínűleg pont ezért tartanak a betegektől. Amit ugyanis nem ismerünk, attól félünk. Újabb vendégei érkeztek a Vitaminnak, természetesen ebben a témakörben üdvözlöm Önöket, szép estét kívánok, dr. Gyulai Roland bőrgyógyász és Kovács Katalin, aki itt az imént látott összeállítás kapcsán nagyon-nagyon bólogatott, sőt, már amikor az anyagot felkonferáltam, hogy gyakorlatilag leprásoknak tekintik Önöket, 20 éve kezdődött a betegsége. Igen, igen. 20 éve kezdődött, először csak a fejbőrömön volt egy kis folt, de sajnos később elég súlyossá vált az állapotom. Itt, amit láttunk képeket az iménti bejátszásban, azok a nagyon durva, piros, heges sebek, azok az ön kezéről készültek. Annak idején igen. Még, amikor nagyon fokozott volt ugye a jelenlét a bőrén. Igen, igen. És hát nem csak a kezemen volt, hanem az egész testemen volt ez a probléma, a fejbőrömön, és hát gyakorlatilag mindenütt. És valóban így tekintettek önre az embertársak, hogy féltek, eltávolodtak, amikor meglátták ezeket a jeleket? Igen, hát nem csak a külső környezet, hanem maga a családom is először nagyon nehezen tudta ezt elfogadni, és hát sok idő eltelt, amíg megértették, hogy miről van szó.
ezt a szót, hogy ez a leprás kifejezés, ezt nem elsősorban először a körülöttünk élő emberek, hanem mi magunk éreztük így, hogy tehát ilyen a felénk irányuló visszajelzés. Tanár úr, pedig tudjuk ugye, most már többször is foglalkoztunk ezzel a témával, hogy ez a betegség nem fertőző. Egyáltalán nem fertőző. Ez a betegség talán azokhoz a gyulladásos jellegű betegségekhez hasonló, mint egy ízületi gyulladás, sok ízületi gyulladás, vagy egy krónikus gyulladásos bélbetegség. Nagyon hasonló ezeknek a betegségeknek a háttere, az immunológiai és az úgynevezett patológiai háttere. Csak az egyiknél az ízületeket támadja meg a saját szervezet, a másiknál a bélben jelentkeznek eltérések. A pikkelysömör esetén pedig elsősorban a bőrön jelentkeznek tünetek, de bizonyos esetekben sajnos itt sem csak a bőr érintett, hanem emellett nagyon kifejezett ízületi gyulladás jöhet, nagyon komoly köröm eltérések jelentkezhetnek, ami akár a körömnek szinte az elvesztéséhez vezet, és akár súlyos szívérendszeri betegségek is társulhatnak. Hallottuk ugye, említettem, hogy Katalinnak 20 éve jelentkeztek az első tünetei. Ez az élet folyamán bármikor, gyerekkorban, középkorban, időskorban bármikor jelentkezhet? Jelentkezhet bármikor a betegség, de a gyermekkori pikkelysömör talán egy picit ritkább. Inkább a korai felnőtt kor az, ami az első nagy megjelenési periódust jelenti, és aztán ugye az 50-es évek korosztályában egy második hullámot lehet észlelni. Sajnos még ilyen idős korban is a betegeknek egy jelentős részén jelentkezhetnek teljesen újonnan, váratlanul, egyik napra a másikra tünetek. A tüneteknél maradva, mennyire durvulhatnak ezek el? Ugye, amikor beköszöntem a vitaminbe, említettem, hogy ez igazából az életmódjukban, a munkavállalásukban is befolyásolhatja a betegeket. Talán nem biztos, hogy maga a tüneti súlyosság az egyértelműen összefügg azzal, hogy ki milyen módon éli meg a betegségét. Nagyon sokszor elképzelhető egy kisebb tünetmennyiség is nagyon komoly életminőségbeli romlást, depressziót eredményezhet, de a betegeknek körülbelül 10%-a az, aki nagy kiterjedésű betegséggel jelentkezik. Ez annyit jelent, hogy Magyarországon az összbeteg számot egy olyan 100-150 ezresre becsülhetjük, akkor ezen belül körülbelül egy olyan 10 000 beteg lehet Magyarországon, akik mindenképpen súlyos, mint Katalin is, kiterjedt betegséggel rendelkeznek, és ehhez általában komoly belsődleges gyógyszerek kezelése szükségeltetik. Ön a Pszoriázis klubnak az elnöke is. Igen. Egyben, nem csak beteg. Igen. Ugye ez a klub már nagyon régen létrejött, és már több száz tagot számlálhat. Hogyan kezdődött, és egyáltalán miben tudják egymást segíteni? Valóságos gyógyulási folyamat is végben megy ezeken a találkozókon? Hát akkor kezdeném azzal, hogy 2004-ben alakult ez a klub, akkor 5-6 fővel alakultunk. Nagyon sok segítséget kaptunk a klinika orvosaitól, elsősorban dr. Kemény professzor úrtól, aztán Gyulai tanár úrtól, és hát ez a segítség mind a mai napig megvan. Miben tudnak segíteni a szakemberek és önök egymásnak? Igen. Hát a szakemberek, abban minden klub napra hívunk előadót. Hát nagyon gyakran kértük meg a bőrgyógyászaton dolgozó szakembereket, de külső szakembereket is kértünk már meg, mint pszichiátert, vagy ízülettel, reumatológust, és hát a klubtagok minden alkalommal nagyon értékelték, és nagyon fontosnak tartották ezeket az előadásokat. Azon kívül a klub alkalommal, a klubnapon egymással ki tudják cserélni, oldottabban érzik magukat egymás között az emberek, bár van, akik itt is elég zárkozottak még, de azért itt ki tudják egymás tapasztalatait cserélni, és még nagyon fontos, igen, nagyon fontos az, hogy tudunk segítséget adni, hogy a szakemberekhez milyen módon fordulhatnak. Tudnak eljutni. A gyógyításában a pikkelysömörnek óriási áttörés született az elmúlt időben.
Ahogy Kemény professzor is említette, az utóbbi 10 év körülbelül óriási változást hozott. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ezeknek a gyulladásos betegségeknek a hátterét jó részt sikerült felképezni. Ez nem jelenti azt, hogy megoldották tulajdonképpen azt, hogy miért vannak ezek a betegségek, de legalábbis ismertek azok a főbb lépések, amik a betegség kialakulásához vezetnek. És eljutott másik részről viszont a gyógyszer tudomány egy olyan szintre, ahol már ezeket a lépéseket célzottan lehet befolyásolni lehet, és olyan gyógyszereket lehet gyártani, amik egy-egy nagyon kis területen hatva egy-egy betegséget speciálisan tudnak gátolni. Látjuk is ugye Katalin kezén, hogy szinte már semmi nyoma a tüneteknek. Olvastam egy olyan gyógymódról, ami azt írt, hogy biológiai gyógymód. Ez mit akar? Tehát ezek a biológiai terápiák azok, amikről tulajdonképpen szó van. Ez annyit jelent, hogy a szervezetben nagyon-nagyon sok anyag van, ami kisebb molekulák, amik szerepet játszanak ezeknek a betegségeknek kialakulásában. Ezek mind-mind más kis molekulák lehetnek, és ezeknek a felfogásáért különböző receptorok, tehát ilyen jelátvivők molekulák felelősek. Ezeket a molekulákat ma már laboratóriumi körülmények között lehet gyártani, vagy akár olyan anyagokat termeltetni, amit ezeket az anyagokat legátolják. Ezt nevezik biológiai terápiának, tekintete arra, hogy ezeket a saját szervezetünkben lévő anyagokat gátoljuk vagy erősítjük föl, szemben a klasszikus gyógyszerekkel. Igaz-e, hogy az étkezésünk megváltoztatásával is segíthetjük a tünetek elmúlását? Ez egy érdekes kérdés, mert nagyon régóta, mint minden krónikus betegségnél, a pikesemelés felmerül az, hogy milyen szerepe lehet az étkezésnek. Egyértelmű bizonyítékot arra, hogy az étkezésnek valódi kiváltó szerepe lenne, nem tudtak felmutatni. Ugyanakkor az egyértelmű, hogyha valakinek a testsúlya növekszik, a fokozódó zsírtömeg az több olyan gyulladásos átvívő anyagot termel, amely a pikesemőrnek az állapotát rontani fogja. Tehát semmiképpen sem javasolt, hogyha valakinek kisebb-nagyobb pikesemős tünetei vannak, akkor hanyagolja az elhízást. Köszönjük szépen, hogy itt voltak és mindezt elmondták nekünk. Szívesen.